annál a, mondjuk, hogy gondolatnál fogva hívtuk meg kapitány urat, hogy Budaörsért szolgáló, és Budaörsnek az életében szolgálatot vállaló szereplőket egy kicsit megjelentessük itt a könyvtárban, kicsit beszélgessünk, kicsit megismerkedjünk, egy kicsit közelebb kerüljenek azok a személyek, így például egy rendőrkapitány is, akik, hát hogy mondjam, a vállukon hordozzák valamilyen értelemben a város gondját. Ugye, tehát Budaörsért elsődlegesen ezek az emberek felelnek, Budaörs életéért, biztonságáért, természetesen ideértve a tágabb körben, hát a város mindenféle vonatkozását, ahogy a mi emberi jólétünk vagy goodwillünk itt Budaörsön kiteljesedik. Rendszeresen járunk ki bűn- és baleset megelőzési programokkal. A területünk a Budaörsi Rendőrkapitányság területéhez 32 általános iskola tartozik, és mind a 32 általános iskolában jelen vagyunk. Iskola, rendőrök is, és én is kijárunk, és ezeket a bűn- és baleset megelőzési előadásokat megtartjuk. És amint a könyvtár igazgató úr említett, október 3-án egy drogprevenciós előadással készülünk, és szeretném, hogyha szülők és gyerekek egyaránt eljönnének, és meglátnák, hogy én mit, milyen előadást tartok nekik az iskolában, ezáltal is a szülők tudnák, hogy a gyerekekkel mi a mai nap, mi a probléma ugye a drogokkal kapcsolatban. Aztán majd egy bűncselekményes előadást is szeretnénk majd tartani, ott meg ugye a bűncselekmények elkövetéséről, hogy hogyan keveredhetnek a bűncselekmények közelébe, és hogyan lehetne azt megelőzni. Itt is szeretném, hogyha a szülők eljönnének, mert szerintem ez is egy nagyon jó kontakt lenne a szülők és a gyerekek között, hogy hogyan lehetne megelőzni ezeket a problémákat, vagy hogyan tudnának felfigyelni a szülők arra, hogy a gyerekek ne kövessenek el bűncselekményt, vagy ha már esetleg elkövettek valamit, akkor hogy lehetne őket visszavezetni a jó irányba. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Pál Adrián Lezeres vagyok, a Budaörsi Rendőrkapitányság megbízott vezetője. Igazgató úr kért, hogy röviden magamról is életutat mondjak. Borsodi származású fiú vagyok. Kazincbarcikán születtem, és 18 éves koromig ott nőttem fel. Ott végeztem a általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat. Azt követően kerültem Budapestre a rendőrtiszti főiskolára, ahol sikeres felvételt tettem, amúgy ugye most már a közszolgálati egyetem. Ahogy kikerültem a főiskoláról, rögtön jelentkeztem a Miskolci Egyetem és Állam és Jogtudományi Karára, amelyet levelező tagozaton végeztem el, de mellette dolgoztam. És gyakorlatilag 1998 óta vagyok hivatásos rendőr, tehát most július 1-én leszek 20 éve a cégnél. Több beosztásban voltam, életpályámat ez idáig kapitányi beosztási előtt mindig a bűnügyi szolgálati ág határozta meg, tehát nyomozóként kezdtem, voltam főnyomozó, kiemelt főnyomozó, osztályvezető több helyen, kapitányságvezető helyettes voltam vidéken is. Majd tavaly augusztus 1-én kért fel a Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője erre a beosztásra. A Galuska ezredes úr ugye a büntetés végrehajtáshoz távozott. Két gyermek édesapja vagyok, a feleségem is rendőr, a Budapesti rendőrfőkapitányságon dolgozik. Ő rendőr, de egyébként jogi területen van, tehát nem bűnözőket kerget, hanem egyéb más feladatokat végez. A gyermekeim, a kislányom 4 éves, ő jobb is, kisfiam 8 éves iskolás. Úgyhogy eléggé le vagyunk kötve, most éppen edzésről tartanak hazafelé. A rendőrség tagozódása és a rendőrkapitány feladatai. A rendőrség vertikális tagozódása az ugye három szintű, van a helyi szervek, az a rendőrkapitányságok, van a területi szervek, ezek a megyei rendőrfőkapitányságok, adott esetben ugye az első szint a helyi rendőrkapitányság, a Budaörsi rendőrkapitányság, a második szint itt a Pest megyei rendőrfőkapitányság, ahol 13 darab rendőrkapitányság található, és a megyei rendőrfőkapitányságok felett van az országos rendőrfőkapitányság. Visszatérve a területre hozzánk, a Budaörsi rendőrkapitányságra, a második legnagyobb kapitányság vagyunk mind lélekszámra, mind állomány tekintetében Pest megyén belül. 21 település tartozik hozzánk.
A terület is szinte a legnagyobb, tehát Pilisvörösvártól, Ürömtől Zsámbékig terjed nekem az illetékességi területem. A KSH adatok szerint 2017-ben 143 ezernél is több lakos volt ezen a területen, aki lakik. Ez kicsit csalóka, mert mi tudjuk, hogy ez jóval nagyobb ez a szám, tehát azért itt ilyen 155 ezer és 160 ezer között van a lakosok száma. Van rá információ, hogy nagyon sok olyan ember, aki Budapesten élt, az ugye az agglomerációba kiköltözik. A lakását nem adja el, mondjuk kiadja a bérletbe, de meghagyja a lakcímét ugye Budapesten, mert a parkolás miatt jóval kedvezőben tud bent parkolni a városban, de egyébként itt laknak. Tehát ezért mondom, és ehhez hozzátartozik, hogyha szétnézünk a területen, egy nagyon gazdaságilag fejlett, folyamatosan fejlődő térségről beszélünk. Ha csak Ürömre gondolok, Piliscsabára, Biatorbágyra, Pátyra, itt a Tóparkra, pár éven belül 8-10 ezer fővel emelkedik a lakosság létszám. Tehát csak Budaörsnek évente kb. 400-500 fővel emelkedik a lakosság létszáma. Ellentétben mondjuk Kelet-Magyarországgal. Feladatokra visszatérve, ugye nekünk vannak alapvető feladataink, egyik legszertágazóbb. Ugye a kapitányságon belül osztályok és őrseim vannak. A budaörsi rendőrkapitányságon 3 darab rendőrös található, az egyik Zsámbékon, ez alosztályjogállású, 2 pedig osztályjogállású, amely 2 alosztállyal van tagozva. Az osztályjogálláson mindenhova rendészeti, tehát közterületi állomány egyenruhában, a kisebb rész pedig, akik a bűnügyekkel foglalkozik. Ez Budakeszi és Pilisvörösvár. Nekünk, ami fő feladatunk, ugye a helyi közbiztonság közrend fenntartása. Ezt úgy oldjuk meg, hogy van egy bűnügyi osztályunk, van egy vizsgálati osztályunk, ez a bűnügyi szekció, van egy közrendvédelmi osztályunk, amely különböző alosztályokra tagozódik, van egy közlekedés rendészeti osztályunk, és van egy igazgatás rendészeti osztályunk. Van még hivatal, de hát igazából ott az ügyfelekkel nem nagyon találkoznak azokkal a kollégákkal, a kolléginákkal. Körülbelül ez az a spektrum, amit átfog egy helyi rendőrkapitányság, egyébként nagyon szertágazó és elég sokrétű a dolog. Tehát a balesetektől kezdve a bűnügyekig, közrendvédelmi tevékenység, sport tevékenység biztosítása, Telkiben folyamatosan járunk ki, ugye ott van a MLS-nek a egyik székhelye, mi adjuk ki az egyik engedélyt arra, különböző engedélyügyek tartoznak hozzánk fegyverengedélyügytől, tehát nagyon-nagyon sokrétű és szertágazó a mi feladatunk. Létszám, ha fel lennénk töltve, az 231 fő, tehát velem együtt 231 fő lenne. Mindig van némi hiány, hisz, mint mondtam, ez a térség viszonylag jó módú, és azok a fiatalok, akik mondjuk, mint én, de fiatalként felkérdünk Kelet-Magyarországról, és nem tudunk nekik lakhatást biztosítani, bizony ezeket a albérletdíjakat vagy ingatlanárakat nem tudják fel megfizetni, és ilyenkor hazamennek a Mama Hotelba, tehát otthon próbálnak meg. Otthon 4-5 millióért tudnak már egy családi házat venni, így gyakorlatilag egy 2 garázs jön neki belőle, tehát statisztikára válaszolni, bűnügyi statisztika, bűncselekmények elkövetése. Két oldalról közelíteném meg a kérdést. A Pest megyében, amikor a rendőrkapitányságok létszámát, illetve a rendőrök létszámát alakították, akkor kb. 750-800 ezer lakos volt. Most jelenleg 1 millió 400 ezer körül van, 1 millió 450 ezer a lakosok létszáma, és még mindig ugyanannyi rendőr felel a közbiztonságért. Én úgy gondolom, hogy a jövőre tekintettel valószínű, hogy majd átgondolásra kerül, hisz lakosság arányosan majd ezt itt növelni kell a létszámot. A másik kérdés a bűnügyi statisztika. Egy számot mondanék. 2010-ben itt Budaörsön 1528 bűncselekményt regisztráltak egy évben, tehát 2010-ben. A tavalyi évben 790-et, tehát közel 50%-kal csökkent. Pest megyében 2012-ben 45 ezer bűncselekményt regisztráltak, 2017. évben épp hogy elérte 22 ezeret. Tehát hatalmas csökkenés van országosan is, tehát ez nem csak Pest megyére jellemző, annak ellenére, hogy a lakosság szám növekszik. Természetesen ehhez meg kell nézni a gazdasági fejlettséget és a társadalom összetételét. Tehát nem mindegy, hogy, bocsánat, én borsodi vagyok, egy borsodi falu társadalmi rétegződéséről beszélünk, tehát akik ott laknak, vagy azok a személyek, akik itt laknak, hisz mivel itt drágábbak az ingatlanok, általában az itt lévő személyek
nem is követnek-e bűncselekményeket. Tehát nálunk, akik elfogásra kerülnek, és most nem az ittos járművezetésre gondolok, tehát akik a Tesco-ban, az Ocean-ben lopnak, esetleg betörnek, azok gyakorlatilag 90%-ban nem budaörsi illetőségű lakosok, vagy nem a mi illetékességi területünkről kerülnek ki. Tehát csalókák a számok. Nyilván minél többen laknak, minél gazdagabb egy település, egyébként vonzhatná magával az, hogy nagyobb a bűnözés. De a polgárok is már felnőttek a feladathoz, jobban odafigyelnek a javaikra, és hát én úgy gondolom, hogy a rendőrség is egy kicsit professzionálisabban áll a dolgokhoz, mint korábban. Tehát most csökken a bűncselekmények száma, és reméljük, hogy ezt tartani is tudjuk. A kábítószer birtoklás fogyasztással kapcsolatban reflektálnék. Struc politikát nem folytatunk, tehát hazudnék, ha azt mondanák, hogy nincs jelen a drog a mindennapjainkban. Előbb már említettem az ittas járművezetőket. Általában, hogyha elfogunk egy vezetőt, azt ugye megnézzük arra is, megvizsgáljuk, hogy nem csak alkohol befolyás alatt vezet, hanem mondjuk THC, kokain vagy egyéb mást is fogyaszt. Na most előfordul ilyen is, tehát szoktunk ilyet is elfogni. Illetőleg elkövetőink között, akik egy kicsit nem olyan társadalmi rétegben vannak, ők is zömében elég sokan fogyasztanak különböző drogokat, és mondjuk ha elfogy az erre szánt pénzük, akkor megpróbálják úgy kiegészíteni a keresetüket, hogy beszerezzék az újabb adagot. De az a klasszikus, amit az amerikai filmekben látunk, hogy itt mindenki, tehát senki nincs magánál, és rabolnak, ölnek, ez hál' Istennek nincs. Amiben nyilván mi veszélyt látunk, és ami a legfontosabb nekünk, ami a Csillának az egyik feladata, a fiatalok körében egy drogprevenciós program, illetőleg az nagyon fontos, hogy az iskolákban, illetve az iskolák környékén ne legyen terjesztés. Tehát, hogyha meglátunk ilyet, hogy valaki terjeszt, vagy valahol elharapódzik, nyilván jelzik nekünk a tanárok, jelzik a szülők, és mi arra azonnal lépünk. Amióta én itt vagyok, de én úgy tudom, korábban sem volt ez jellemző. Természetesen a drog jelen van a mindennapjainkban, és azt nem mondanám, hogy a fiatalok nem próbálják ki, hiszen erre különböző statisztikák vannak, hogy kipróbálják. Egyet kell látni, itt Budaörsön olyan szórakozó hely egyébként nincs, diszkó, egyéb más csoportképzője, ahol fiatalok eljárnak, ellenben Budapestre bejárnak. Na most a drog nagy részét azokon a szórakozó helyeken szerzik be. Ott fogyasztják el, általában nem hozzák hozzá. Tehát, hogyha mi is igazoltatunk valakit és találunk nála, 1-2 gram fű szokott lenni meg ilyenek. Tehát nem ilyen jelentős mennyiség. Körülbelül ennyi lenne. Tehát jelen van az életünkben, de odafigyelünk rá, és annyira nem vészes a helyzet, tehát nem. Előző évhez képest a 40%-kal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények szám, tehát a garázdaság, testi sértés, stb. Tehát nyilván vannak itt vendéglátóipari egységek, nevezzük így őket, ahol bejárnak az emberek és magukhoz vesztek némi alkoholt, és annak hatására erősre isszák magukat, és kitör belőlük a feszültség. Nem jellemző, de mondok egy eklatens példát, amikor a gimnazisták, középiskolások leérettségiztek, meg volt az utolsó érettségi nap. Aznap nagyon sok küldésünk volt. Tehát a fiatalokból kijött a feszültség, gondolom a szülők is engedték őket. Budakeszitől, Pirosvörösvárig, Budaörsön, mindenhova jöttek a bejelentések, hogy hangoskodnak. Nyilván mondtam a kollégáknak, hogy helyén kell kezelni a dolgot, tehát most egy érettségit letett fiatal embereket ne vigyünk a rendőrkapitányságra, de próbáljuk meg őket terelni. Tehát. De értem, és természetesen, hogyha betelefonálnak a 112-re, akkor azonnal reagálunk rá. Amikor rendőr lettem, a 8. kerület, 8 kert, ugye mindenki így emlegette, hírhet volt arról, hogy ott éjszakai pillangók, az őket felvigyázó férfiak és mindenféle elemek az utcán vannak, és hát oda minimum tankkal menjünk be, mert egyébként még azt is ellopják alulunk. Ők voltak az elsők az országban, akik elkezdték a kamerákat telepíteni. Én akkor Budán teljesítettem szolgálatot, és ahogy a belvárosba elkezdték a kamerákat telepíteni, érezhetően nálunk egyre több bűncselekmény. Tehát kvázi kiszorították őket. Na most ugyanez van egyébként minden településen. Ha jó minőségű kamerákkal és térfigyelő kamerákkal látjuk el az adott teret, az nekünk rengeteg segítséget nyújt. Egyrészt a bűncselekményt követnek el, nagyon sok támpontot nyújthat és segíti a nyomozást. Erre számtalan példát tudnék hozni, már amióta én is itt vagyok augusztus 1-től, drogosokat, drogterjesztőt is fogtunk el, aki másoknak adta. Nem helyi lakosok voltak, és nem helyi lakosoknak adták.
tehát csak itt találkoztak, és ahogy nézte a kollega a kamerát a szobában, akkor felfigyelte erre az ügyletre, kimentek a kollégák, el is, elfogásra is kerültek, utána 15. kerületbe mentünk, tehát Budapesten 15-be házkutatni, ott közel 1 kiló amfetamin találtunk. Tehát erre a kérdésre abszolút egyértelmű válasz, és van egyébként egy ilyen prevenciós jellege is, tehát megelőző jellege is az egésznek. A másik kérdés a civil autók. Valóban a közlekedés biztonsága az az egyetlen, amiben a magyar rendőrség egy kicsit, tehát nem tudott annyit előrelépni, mint amit mondjuk bűnügyek terén, vagy minden más téren, intézkedés kultúrában előre tudtunk lépni. Az éjszakai pillangók és a legősibb mesterség, hát én erre mindig azt szoktam mondani, a kereslet és a kínálat valahol találkozik. Valószínű, hogy korábban volt rá kereslet, és ezért volt is kínálat Pilis Csaba környékén. Én egyetlen egyszer láttam ott egy hölgyet, de akkor is szóltam a őrsparancsnoknak, hogy takarítsák el onnan. Úgyhogy valószínű, hogy van némi közünk ehhez is. Hozzáteszem, kamaraerdőben valóban tudjuk, hogy vannak. Az nem a mi illetékességi területünk, tehát jelen pillanatban Budaörsi rendőrkapitányságot nem sújtja ez a helyzet. Az biztos egyébként, hogy ezek a hölgyek, illetve a rájuk vigyázó férfiak nem budaörsiek, de még nem, csak lehet, hogy nem is érdiek, tehát Fejér megye és ilyenbe kell gondolkodnunk, ide hozzák el a hölgyeket végezni a munkájukat. Tehát jelen pillanatban Budaörsöt nem sújtja ez a probléma. Az iskola és a gyerekek közlekedése. Szeretném elmondani, hogy mi már az óvodákba járunk ki, és folyamatosan közlekedési órákat tartunk nekik, valamint az óvónők is ugye foglalkoznak velük közlekedési szinten. Az iskolában én elsőtől negyedikes osztályokról beszélek, őnekik tartunk interaktív közlekedési órát, ami nem unalmas, hanem tényleg képekben, meg kis rajzfilmekkel is vidítva ezt a közlekedési szabályos történetet, tehát tanítjuk őket a legalapvetőbb gyalogos és kerékpáros közlekedésre. Vannak nagyon okos gyerekek, akiket a szüleik tanítanak közlekedésre, viszont nagyon sok szülő nem tanítja őket meg közlekedni. Mi meg nem tudunk a nap minden órájában ott lenni velük, a tőlünk telhetőt megtesszük, én minden iskolának kiküldtem, hogy milyen előadásokat tartunk, és amikor az iskola jelzi, hogy igenis menjünk ki, akkor kimegyünk és megtartjuk ezeket az előadásokat. De sajnos nem tudunk mindenhol ott lenni, és a szülőket pedig úgy gondolom, hogy már nem tudjuk megtanítani őket, mert hogy nem is érdekli őket, én úgy gondolom, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, de annak viszont nagyon örültem, amikor legutoljára itt voltunk, hogy nagyon sok szülő és nagyszülő is eljött a gyerekekkel erre az interaktív közlekedési órára, és az a visszajelzés jött, hogy nagyon jó volt, és én ezt adom tovább a gyerekeknek az iskolába is, és ebben a közel 20 percben nagyon sok információt meg tudnak, és meg is tanulnak a közlekedéssel kapcsolatban. Tehát én mi ennyit tudunk hozzátenni. Ha az iskola hív minket, akkor megyünk, és nagyon szívesen megtartjuk ezeket az órákat, vagy hogyha vannak közlekedési napok az iskolában, akkor kitelepülünk, fölállítunk nekik kressz pályákat, és abból is nagyon sokat tudnak tanulni. Ennyi. Sikerült. Szülők feladatát nem mindig tudjuk átvenni. Igen. Tehát én gyakorló apaként mondanám most, és nem rendőrkapitányként, hogy ha ketten biciklizünk a kisfiammal, akkor ő megy előle, én mögötte és navigálom. Ha viszont jön a teljes család, akkor ugye a kislány mögöttem. Én megyek elő, a kisfiam bicikli, és édesanyja zárja a dolgot, és akkor a kisfiú követ. Ilyen egyszerű történet. Visszatérve arra, hogy ugye bicikli út, gyalogos út, ez nem csak a biciklisekre igaz, ez a gyalogosokra is. Tehát ha fel van festve, hogy gyalogos, akkor menjen ott, és ne a bicikli úton. Tehát van, amikor egyébként ez oda visszamegy ez a dolog. Arra szerettem volna visszatérni, hogy itt mondtál pár etappal ezelőtt, négy vagy öt választoddal ezelőtt mondtál számokat. Ilyen bűnügyi statisztikai számokat 2010-zel meg 2012-től összevetésben, és én hát nagyon, ez egy nagyon imponáló számok. Tehát ez úgy elképesztően jó számok. És akkor ez valahogy úgy próbáltad leegyszerűsítem, hogy indokolását, amit mondtál, hogy jó lett a technikánk, és az állampolgárok is jó fejek lettek, mert elkezdtek odafigyelni. Hogy ennyi az egész, ennyi a titka, vagy pedig van még valami. Bűni statisztika is erre reflektálva.
Véleményem szerint nem csak ez befolyásolja. Hát ugye a rendszerváltozás követően volt egy felfelé, erősen felfelé konvergáló, romló bűnügyi statisztika, a tényleges bűnügyi statisztika. Egyre több vagyon elleni bűncselekmény történt, az emberek szabadságot kaptak. A rendőrség nem csak az akkori technikával, létszámban, illetve minden másban nem tudott úgy reagálni az elkövetett bűncselekményekre. Most már egy kicsit másképp van. Nyilván, hogyha kevesebb bűncselekményt követnek el, akkor kevesebb bűncselekményre egyébként jobban adottunk figyelni. Itt most nem arra gondolok, hogy a Tesco-ban benne hagyja a kosárban a mobiltelefont, és utána meg van sértődve, hogy ellopják. Minden nap van ilyen, tehát ez sajnos ilyen. Viszont az is biztos, tavalyi évben volt kelet-közép-európai bűnügyi vezetők találkozója, ahol egyébként a csehek, a lengyelek, a szlovákok ugyanerről a tendenciáról számoltak be, hogy még a 90-es években és a 2000-es években egy erőteljes bűnözés volt, az a 2010-es éveket követően valamilyen módon csökkent. Hol többé, hol kevésbé, egy biztos Magyarországon közel 50%-os, és van olyan hely, meg is haladja az 50%-ot ez a bűncselekmény elkövetés. Ami ezzel párhuzamos, hogy még 2012-ben 25% volt a nyomozás eredményességi mutató, az annyit tesz, hogy minden negyedik elkövető került elfogásra. Jelen pillanatban ez Pest megyén 50% felett van, tehát most már minden második elkövető elfogásra kerül. Ez is hozhatja magával. Én úgy gondolom, hogy a kriminológusok ezt majd későbbiekben, meg a szociológusok fogják boncolgatni, mi annak az oka, hogy így csökkent a bűncselekmények száma. Miért lettem rendőr? Kérdésre a válasz, nem tudom. Ezt megkérdezték a felvételén is, hogy miért szeretnék rendőr jönni. Tehát nem azért, mert néztem a Derikket vagy a Lindát, bár mind a kettőt a mai napig nagyon szeretem. Én alapvetően egy kicsit ilyen, szerettem a matekot, szerettem a banki szférát, és először valami ilyesmibe akartam dolgozni, de harmadikos gimnazista koromban valahonnan jött, hogy én már pedig bűnügyi nyomozó leszek, és akkor eltökéltem, hogy erre állok rá. Ugye világéletemben sportoltam, mellette ez karate, foci, minden atlétika, bicikli, minden ilyet kitett, úgyhogy én felvételiztem a rendőrtisztire, korábban valóban csak sorkatonai szolgálatot követően és egyéb máshogy lehetett menni. Pont amikor én felvételiztem, akkor még volt sorkatonai szolgálat, de én a rendőrtiszti főiskolával ezt kiváltottam, és közvetlenül érettségi után tudtam felvételizni, sikeres felvételi vizsgát tettem. Akkor arra szakra, a bűnügyi szakra a jelentkezés az 18-szoros volt. Ez azt jelenti, hogy egy helyre 18-an jelentkeztünk az országból. De hát Istennek sikerült. És azt követően végeztem a egyetemet, állami sőtudományi kart. Nehéz a lakáskérdésre válaszolni. Hát, hogy sok üres lakás lenne, erre nem tudok reflektálni. Valószínű, hogy az üres lakások magántulajdonban vannak, tehát magántulajdonban mi ugye nem tudunk mit csinálni, semmi, sem az önkormányzat. Az önkormányzat viszont itt saját bérlakásai vannak, de nyilván azt a rászorulóknak adják ki elsősorban. Illetőleg fent is kell tartani néhány olyan lakást, hogyha történik mondjuk egy tűz, ahol nem tudnak visszaköltözni a lakók, akkor őket el kell ideglenesen helyezni. Az, hogy röghöz kötött a magyar ember, ez talán a történelmünkből fakad. Nyilván Nyugat-Európában sokkal mobilisabbak. Tehát, hogyha holnap azt mondják a Salzburgban dolgozó embernek, hogy most Stuttgartba kell átmenni dolgozni, akkor felpakolja a kis családját, átmegy. De ennek az is az előjele, hogy ott egyébként nem magántulajdon van elsősorban, hanem bérlemény, és a két fizetésből ki tudják ezt bérelni, és sokkal mobilisabbak. Tehát ebben a kérdésben igazából nem rendőrkapitányként tudok válaszolni, hanem magánember. Itt ez probléma lehet. Én úgy gondolom, hogy egyébként vannak rá törekvések, hogy biztosítsunk rendőröknek is lakást, csak nagyon szűkösek ezek a lehetőségek. A rendőrkapitányságon egyébként a felső szinten van 10 szoba, ami dugig van. Tehát laknak itt kollégák, illetve a zsámbéki rendőrőrsön is van 4 szoba, ahol laknak, de ez még mindig kevés. Meg hát nyilván, hogyha valaki egyébként már nem egy kollégium feelinget akar, hanem mondjuk van egy barátja, barátnője, és szeretne egy kis magánszférát, hát akkor egy ilyen kollégium az erre nem teljesen megfelelő. Ne talán, ha még komolyabban is gondolják, és mondjuk babát szeretnének összeházasodni. Mi abban is partnerek vagyunk egyébként, ha egy olyan nagyobb családi házat, ami már nincsenek örökösök és államra szállna, de az önkormányzatnak a tulajdonában van,
felújítják, és mondjuk 4 szobából áll, akkor azt akár 4 járőr is ki tudja ideglenesen venni, és akkor már van megtartó erőnk, hisz nem kell 120 ezer forintot kifizetni egy panelért itt a Szivárvány utcába, vagy 80 ezeret Burakeszén, mert ugye ott is elég borsos az ár, tehát már van megtartó erő, de ehhez nyilván az önkormányzatok segítsége kell. Én úgy gondolom, hogy a közbiztonság egy termék, tehát nagyon fontos, tehát nem attól élhető Budaörs és környéke, mert tele vagyunk gazdasági társaságokkal, a munkanélküliség alacsony, az emberek jól élnek. A közbiztonság is fontos. A gyerekeket el tudjuk engedni játszani. Ha innen most önök hazamennek, akkor ne üssék le az utcán, ne érje semmi atrocitás önöket. Én úgy gondolom, hogy ettől is élhető. És hát egyébként, ahol nincs közbiztonság, oda a cégek sem nagyon szívesen települnek és hozzák a maguk tevékenységét. Tehát ezt így kell felfogni. Ugye sokszor a fejünk közvágják, hogy a mi adunkból élnek, valóban így lehet, de hát így él a tanár, az orvos, és sorolhatnám még, hogy ki... Könyvtáros. Teljes mértékig és teljes mellszélességgel a kapitány úr szavai mellé állok könyvtárigazgatóként is. Nem végzem el most a matematikai műveletet, hogy az, amit az önkormányzat a könyvtárra fordít, az hogyan térül meg olvasmányértékben Budaörsön, de megtérül, tessék elhinni. Aki nem hiszi, eljön hozzám, leülünk az irodába, könyvárakkal ki fogom mutatni. Kapitány úr egy másik ilyen értéket jelenít meg, ami, ahogy mondta az előbb, hogy most itt kimegyek az utcára, és 9 órakor megyek ki, 9:30-kor, 10-kor megyek ki az utcára, akkor nyugodtan haza tudok menni. Hogy eszembe se jut, hogy féljek, vagy valamelyik kolléganőmet féltsem. Békés megyében nem pont így van. És egy könyvtár hamarabb zár be azért, mert nem tudja vállalni a könyvtárvezető azt, hogy a kollégina mondjuk este 7-kor kell, hogy hazamenjen egy téli hónapban. Az a biztonsági érzés, ugye, amit a kapitány úr említ, az fájdalmasan hiányzik. Köszönöm szépen, csak hogy adtál egy közbiztonság, alkalmat. Közbiztonság egyébként az olyan, hogy amikor jó, akkor senki nem foglalkozik vele, ha viszont rossz, akkor olyan, mint a foci, a partvonal mellő mindenki beordibál és mindenki ér hozzá. Hát ezt körülbelül így tudnám. Igen. Rendőrségi lakás problémák. Egyébként van olyan főkapitányság, ahol közös összefogással építettek ilyen panelokat, vagy kaszárnyát, nem tudom minek nevezzem. Budapesten is van jó pár ilyen panel létesítmény, de hát ezek egy szobák. Van rá kezdeményezés, de nem ez a égető probléma, de sok kapitányságnak maga, vagy rendőrösnek is a kül- és belállapota olyan, hogy elsősorban azt újítják fel, mint saját forrásból, mint önkormányzati forrásból, mint uniós forrásból. És közben meg elmennek a rendőrök. Ez az egyik oka, hogy elmennek, tehát nem csak és kizárólag ez az egyik oka, de ez lehetne, hogyha tudnánk lakhatást biztosítani, egy kicsit nagyobb megtartó erőt jelentene. Tehát nem csak és kizárólag az lehet azok, hogy van olyan kolléginám, aki szeretett itt dolgozni, nagyon jó munkaerő volt, de ő akkor is haza akart menni, otthon van a párja nem akar idejönni, szívben nem tudunk segíteni, tehát akkor menjen. De egyébként van egy ilyen jelenség, hogy elmennek a rendőrök a testülettől? Fluktuáció mindig is volt a magyar rendőrségnél, most is van. Igen, hát az Y generáció, és már most jön az X generáció, ők másképp működnek, mint mi, baby boom generáció, tehát ezt azt kell látni, hogy nekik mások a életérzés, kinyíltak a határok, ők gondolnak, ők már sokkal mobilosabbak lesznek, tehát hogy válaszoljak erre, őnekik már nem lesz probléma az, hogy ma Miskolc, holnap Bécs, holnap után Párizs, tehát ők sokkal mozgékonyabbak lesznek, és ha valami nem tetszik egy munkahelyen, ők szó nélkül felállnak és ott hagyják. Tehát igen, igen, ez valóban így van. Rendőr sorozatok, film sorozatok. Jó kérdés. Hát... Ha azt mondanám, hogy semmi közük nincs a valósághoz, ez nem fedi a valóságot. Van közük, vannak benne rendőrök, vannak technikák, vannak fegyverek, vannak gyilkosságok, vannak különböző cselekmények. Nyilván ott 50 percben, egy órában próbálnak megoldani egy olyat, ami mondjuk lehet, hogy egy rendőrségnek 2-3 hónap, fél év. Maga az az ipar, az a szórakoztatásra épül, hát mi sajnos nem. Úgyhogy van köze a valósághoz, de abszolút nem annyi. Nyilván a fiatalokat meg tudja fogni, hogy fú, milyen jó egyenruha, fegyverem van,
úgy gondolom, hogy én vagyok az, akit félistent játszhat. Hát ez a valóságban nagyon nem így van. Tehát egy egyszerű intézkedést is elvégezni egy helyszínen, amikor mondjuk az állampolgár nem ismer el valamit, vagy megpróbál ellenállni, akár passzív, akár aktív ellenállással, nagyon nehéz. Tehát teljesen más stressz helyzetet teremt, mint amit a tévében látunk. Ellenben viszont azok a játékok, és akkor itt áttérnék egy másra, ami ugye verekedős, lövöldözős, az viszont már lehet hatással a fiatalokra, és ott meríthetnek belőle olyat, lásd Amerika, tehát Egyesült Államok minden, hogy úgy gondolják, hogy ez egy jó dolog, és megpróbálják leutánozni. Maguk a filmek egyébként, én nem látok benne akkora veszélyt, mint amit itt szociológusok mondanak, tehát én nem hallottam még olyan gyermekről, aki ennek hatására bármit csinált volna. A videójátékok, meg minden más egyéb az igen. Úgyhogy, hát a Linda meg a Derek az ugye ilyen gyerekcipőben voltak még azok a sorozatok. Én azért nézem egyébként azokat, mert kicsit nosztalgiázok, meg szórakoztat. Tehát az új sorozatokban itt már olyan technikák vannak, hogy biztos van ilyen. Tehát fél óra alatt a DNS-ben nem fogják megmondani, hogy kié. Tehát annak van egy kifutási ideje. Új nyomatban már jók vagyunk, tehát azt leveszik szakszerűen az új nyomatot, és elviszük a szakértőhöz, és megpörgeti az adatbázist, és ugye már nem nagyítóval nézi, vagy lupával, akkor már most az egy-két órát meg tudja mondani, de ez is ritka, csak kiemelt eseményeknél. Gyalogos átkelőhelyek Budaörsön, az volt az első kérdés, a másik pedig az ebtartás szabályának betartása Budaörsön. Gyalogos átkelőben viszonylag pozitív választ tudok adni. A Budaörsi önkormányzatnak most eltökélt szándéka, hogy azokat a veszélyeztetett gyalogátkelőket, ahol egyébként baleset történt, vagy gyalogos elütés, azoknak a jelzéseit megerősíti, új berendezéseket szerez, illetőleg a közvilágítást is felerősíti. Tehát, hogy pont egy olyan időszakban, amikor kora őszi időszak van, kora téli, nem olyanak a látási viszonyok, megkönnyítsék azt, hogy mennek át. Erre szoktam én azt mondani, hogy van egy olyan, hogy viktimológia, sértetti hozzájárulás. Legtöbbször egyébként, amikor elütnek egy biciklist meg gyalogost, ő nem tesz meg mindent azért, hogy látszódjon. Mondok egy konkrét példát, a kerékpáros nem tesz ki fényjelzőkészüléket, pedig kötelező lenne, nem vesz fel olyat, hogy láthatóvá váljon. Tehát gyalogos átkelővel kapcsolatban én annyit tudok mondani, hogy a Budaörsi önkormányzat eltökélt szándéka, hogy azokat a gyalogátkelőket valószínűleg meg fognak minket is keresni, hogy hol erősítse meg a világítás és hol rakjon ilyen berendezést. Úgyhogy most átadtam a labdát önökhöz. Egyébként, ha önöknek összefognak és írnak a polgármester úrnak, valószínűleg vevő lesz rá és nyugtázza azt, hogy ehhez a gyalogos átkelő veszélyt jelent, nagy a forgalom, ezt neki kell intézni, tehát ők és a közút kezelő intézi. Ez volt az elsőre a válasz, a második ebtartás szabályai, ez is önkormányzati hatáskör. Ez is felvetődött ma az önkormányzatnál, hogy egyrészt póráz és szájkosár nélkül viszik a kutyákat. Ugye elvileg van egy rendelet, önkormányzati rendelet erre, hogy hogyan kellene őket vinni az utcán. Van kutyafuttató, ott egyébként szájkosár és póráz nélkül lehet venni, ürüléket össze kellene szedni, stb. Ebben is az önkormányzat közterület felügyelők feljelentéssel tudnak irányunkba élni. Én fiatal koromban nagyon sokat foglalkoztam kutyákkal, csibészeltettünk, kiképzések voltunk. 99%-ban nem a kutya a hibás, mindig a gazda. Tehát, hogyha bármilyen probléma van a kutyával, az a gazdára mutatható vissza. Tehát amikor megtámad egy gyermeket egy kutya, megtámad valakit, az van az, vagy azért van, mert a gazda figyelmetlen volt, vagy egyszerűen nem úgy neveli azt a kutyát. Tehát egy pitbullt is lehet úgy nevelni, hogy ott lehet hagyni egyébként a gyermekekkel, mert játszik velük. De egy tacskó is lehet teljesen agresszív, tehát ez mindig a gazdától függ. Jó? Körülbelül ennyit szerettem volna ezzel elmondani, tehát a polgármesteri úrhoz, polgármesteri hivatalba kellene írni, de a gyalogátkelőknél, ha nem is minél, de így szakaszosan szerintem lesz előrelépés. Vagy képviselő. Vagy a képviselőn keresztül, tehát a önkormányzati képviselő testület elé vinni és képviselőn keresztül, tehát igen. Gondolkodtam rajta, te 230 embernek a munkáltatója vagy? Hát a munkáltatója az ugye a magyar állam. Na de hát van természetes személy. Nálunk úgy hívják, hogy állományilletékes parancsnoka vagyok, tehát igen. Ha úgy tetszik, igen.
Tehát én írom nekik a parancsokat, én léptetem el őket, ha kell, én adok nekik fegyelmet. Tehát igen, szabadságos papír, te írsz alá. Főszabály szerint igen. Igen. Nem mindenkinek, de ugye osztályvezetők a saját beosztottaiknak, én a vezetőknek, de kvázi igen. Szóval akkor neked 0-24-ben tele van a nap. Igen, tele szokott lenni. Igen. Igen. Elég sokat hívogatnak éjszaka is. Igen, igen. Ez rendőrtiszti főiskola ilyen, ahogy én nevezem, biztos nem ez a pontos neve, meg hát jogi egyetemet végeztél, doktor vagy, hogy marad-e időd arra, hogy mondjuk a tudományos területen, vagy kutatásba, publikálásba, valamit mire marad időd? Ez egy olyan probléma, amelyel én is szembe találkozom, és azért kérdezlek, hogy befér-e. Jelen pillanatban publikálásra semmilyenre nincs időm. A két gyerek nagyon leköti az időt, tehát a logisztikát. A kislány az heti kétszer táncol, a kisfiúnak heti 4 edzése van, ő nagyon komolyan focizik, és hát minden hétvégén megyünk, vagy Budapesten vannak foci meccsek, illetve kupák, de legutóbb Milánóban voltunk 4 napot, tehát azért mondom, eléggé leköt minket a két gyerek, és én most rájuk teszem a hangsúlyt, most kicsik, úgyhogy most kell rájuk figyelni. Tehát mindenféle tudományos munkára és egyéb más elmélyülésre nincs időm, meg hát hozzáteszem, hogy a papírmunka és a számítógép előtt eleget töltök a munkahelyen, úgyhogy ha haza szabadulok, nem szeretnék ezzel foglalkozni. Elég a telefont emelgetnem.